A nyári szünet végéhez közeledve több dán középiskola úgy döntött, blokkolja a zavaró internetes oldalakat, hogy azok ne vonják el a diákok figyelmét az órákról. A közösségi média és a streaming oldalak, a vásárlás, a játékok a blokkolt portálok közé tartoznak. A döntés a dán gyermek és oktatási minisztérium új ajánlásait követi. Egyes oldalak vonzóbbak a többinél, ezeket érdemes hanyagolni, mondta a dán gimnáziumok szakszervezetének vezetője. Nem lekezelő ez egy kicsit a diákokkal szemben, hogy önök döntsék el, mit nézhetnek? Nem hiszem, felelősek vagyunk azért, hogy valóban jó oktatásban részesüljenek. Mindannyian gázosnak érezzük, hogy nem dönthetjük el, milyen weboldalakat szeretnénk használni. Diákként úgy érzem, elvettek tőlem bizonyos jogokat, szabadságot. Hangzott két gimnazista lány véleménye. Az majd a hamarosan kezdődő új tanévben derül ki, hogy a döntés valóban a diákok érdekeit szolgálja-e.